lesz már a két lofti rész. Nos, délután ott tehát Luis, Csúr, Gyüzsi és a többi gyerek nagy kitárt vaskozó elő, és izgatottan várja egy autóbusz, amely az újakat hozza a legközelebbi vasútállomásra. Pontosan érkezett a vonat, voltak is benne, hogy itt tőkölés, jönnek. Az autóbusz végig gördül az utcán, óvatosan megfanyarodik a kocsi feljáron, és megáll. A sofőr kiszáll, szorgosan emelgeti le a kislányokat a kocsit. De nem csak a kislányokat, hanem bőröndöket is, meg táskákat, meg babákat, meg kosarakat, meg zacskókat, meg fosztókutyákat, meg rollereket, elnyécskéket, meg hőpalackokat, meg hátizsákokat, meg összegöngyű gyapjótakarókat, meg képeskönyveket, meg növénygyűjtőket, meg lepkehálókat, egy egész talkabalka rakott. A kocsi ajtó keretében végül felbukkan ingóságaival a 20. kislány is. Komoly nézésű jószág. A vezető készségesen érte nyúl, de a kicsi megrázza a fejét. Hogy csak úgy röpköl a két szoktól. Köszönöm, nem, és azzal határozottan és nyugodtan lemászik a lépcső. Lent aztán zavart mosolyjal néz körül. Hirtelen meghökkel, és tágrányítja a szemét. Rábámul Luis. Most Luis is kivereszti a szemét. Riadtan fürkészi a jöhedény arcát. A többi gyermek és úri kisasszony döbbenten nézeget egyikről a másikra. A kocsi vezető hátratolja a sapkáját és megvakarja a fejét, a száját még tátva felejt. Vajon mi? Luis és az új kislány megszólalásáig hasonlítanak egymásra. Egyikük ugyan göndör fürtöket visel, másikuk pedig szigorúan befont cokkokat. De ez aztán igazán az egyetlen különbség köztük. Luis sarkon fordul, mint a oroszlánok és tigrisek kergetnék, berohon a kertbe. Luis! Kiállt utána úgy is. Luis! Aztán válasz van, és egyelőre a 20 újján húszig elébb a házba. Utolsónak még terül elcsodálkozva a kis cokkosban. Yo!